Üdvözlök mindenkit a legújabb Insight videóban. Ebben a részben egy természetesebb berendezésű formikáriumot szeretnék bemutatni nektek, pontosabban azt szeretném bemutatni, hogy a hangyák hogyan alakítják át maguknak a környezetüket, akár akarjuk, akár nem. Ezért kitaláltam ezt a kísérletet, és több heti munkával építettem hangyáknak egy élethű, természetes környezetet. Sok problémát már előzetesen a tervezéskor kiküszöböltem, ami előfordulhat, de látni fogjátok majd a videóban, hogy bizony a hangyák még így is keresztül szövik a számításainkat, ahol csak tudják. A sziklák itomkockából vannak kifaragva, és ezek hátoldalaiba vannak belevésve a járatok és a kamrák, tehát itt található a fészekrész, vagyis a hangyák otthona. Az itom külseje színezett anyaggal lett bekenve és mintázva. Ugyanígy a talajnak is csak a felszíne kavicsos, valójában 1-2 centi vastag, tömör agyag borítja, hogy ne tudják széthordani vagy beleásni magukat. A sziklák teljesen belekötöttek a talajba, és utólagosan belettek tömve az üveg és az itom közötti rések is. A növényzet pedig rá lett ragasztva a sziklákra. A terrárium tetejére egyedileg gyártottam olyan szökésgátló peremet, amely hangya biztosan zár. A közepére pedig került egy 8 cm átmérőjű rácsos tető. Nagyobb szellőzőt szerettem volna, de üveggel sajnos nem tudták megoldani a nagyobb átmérőt, mert elpattant volna a vágás közben. Láthatjátok tehát, hogy elég sok mindenre gondoltam előre, ami csak egy hangyának felmerülhet a parányi fejében. Mégis okoztak meglepetéseket. Mivel az egész környezetben alacsony párát kell tartani a gombák, baktériumok és kártevők miatt, ezért csakis egy alacsony páraigényű faj lehet képes benne megélni. Így esett a választás a Messor Structor maggyűjtő hangyára, amely remekül tűri a szárazságot. Belekerültek tehát a hangyák, egy két királynős, 4 éves kolónia, helyreállhatott tehát a békés, természetes harmónia. Mármint helyreállhatott volna. Ahogy az várható volt, először is szerettek volna szétfutni a világban, de aztán hamarosan lenyugodtak és rendezték a soraikat. A sziklák tövében kiépítették a védelmüket a királynők körül, és elkezdték ide gyűjteni a fiasításukat. Látszott, hogy igazán próbára teszik a környezetet, és folyamatosan a lehetőségeket keresik, hogy mit lehet elmozdítani, vagy hova áshatják be magukat. A szökési lehetőségeket is elszánton keresték. Néhány dolgozó elkezdte felfedezni a sziklákban lévő járatokat. Miután látták, hogy ez biztonságos fészek, elkezdték behordani a fiasítást és a magokat. Úgy terveztem, hónapokig laknak majd ebben a terráriumban, és a végén megmutatom majd, hogy miket változtattak a környezetükön. De őszintén szólva eléggé megleptek, ugyanis már aznap este elkezdték szétbarmolni, ami csak a szájuk ügyébe került. A beköltözés után nem sokkal teljesen szétszették az uzmóból álló, díszítésnek szánt bokrokat, és szemtelen módon a darabkáit kihordták a terrárium falához.
A kolónia végül a bokor helyére költözött be, sziklafal tövébe. Ez kicsit érthetetlen számomra, hiszen védelmi szempontból még előnyös is lett volna, ha nem aprítják szét. Az első jelentősebb problémát a túl magas pára okozta. Hiába szárítgattam ugyanis napokig, fűtés mellett a kiöntött gipszet, mégis maradt benne némi nedvesség, amit a hangyák betelepítése után engedett ki magából. Mivel az üveg rosszabbul szellőzik, mint a plexi, ráadásul szellőző is csak egy helyen van, és viszonylag kicsi, így hamarosan megjelentek az atkák a terráriumban. Ez eléggé megnehezítette a helyzetet, és a kolónia számának jelentős visszaesését okozta. Ezek az atkák közvetlenül nem veszélyesek a hangyákra, de életmódjuk miatt káros környezetet teremtenek, ezért hullanak el miattuk a hangyák. Nyolc hónappal később elérkezett a telelés ideje, és egyben meg tudom mutatni nektek, mennyit változtattak a területükön a hangyák. Az atkásodást végül több heti kiszárítással tudtam megszüntetni. Korábban a darabolt eleség mellett kapott a kolónia egy élő csótányt is, azonban mivel az egyedszámuk jelentősen csökkent az atkásodás miatt, ezért nem tudták már uralni a területüket, és a csótány hónapok óta vígan éldegél velük a terráriumban. Elég szemtelen egy csótány, azt meg kell hagyni. A kettő közül csak a kisebbik sziklát népesítették be. A hátoldalon látszik, hogy a másik szikla egyes kamráit szemetesnek használják. Még az üveg és a szikla közé is behordták a maradványokat. Ez egy párásabb terráriumnál gondot jelentene, ugyanis ilyen körülmények között lehetetlen a tisztítása. A nagyobb sziklában lévő oszlopcsarnok is üresen áll, pedig ez az egyik kedvenc részem a fészekben. Láthatjátok, hogy a messzor struktúrok nagyon aktívan alakítják a területüket. A talajt amennyire csak tudták, lecsupaszították, még szerencse, hogy gipszel kiöntöttem, különben egészen az üvegpadlóig tisztították volna, ami nem lenne túl természetes látvány. A szemétdombot az előső fal előtt alakították ki, ide kerültek a mozdítható kavicsok és a rovarmaradványok. Az uzmokból álló bokrokat teljesen szétdarabolták, viszont a sziklákra ragasztott mohát nem rágták le, így az pára hiány csak elhalt és besárgult. A festett gipsz több helyen lekopott a sziklafalról, ezért láthattok rajta fehér foltokat. A kolónia felkészült a telelésre, ugyanis már nincsenek se petéi, se bábjai, csak lárvák. Ezek telelő lárvák, amelyek képesek áttelelni, és majd csak jövőre kelnek ki belőlük a dolgozók. Sajnos az egész terrárium nem fér be a hűtőbe, ezért ki kellett eszelnem valamit, hogy átköltözzenek a hangyák egy kisebb helyre, ami alkalmas lesz nekik a teleltetésre. Mivel a kamráikhoz nem férek hozzá, ezért kezdetnek szeretném őket átterelni ezekbe a sötétített kémcsövekbe. Ehhez egy 7 wattos fűtőlapot fogok használni. A fűtőlapot a terrárium oldalfalához rögzítettem, hogy a száraz meleg miatt átköltözzenek a hangyák a kémcsövekbe. A kolónia nagy része nem sokára átköltözött a kémcsövekbe, viszont a többiek a száraz meleg miatt elkezdték telepakolni a kamrákat magukkal. Úgy látszik, pont ezt az új, fűtött részt akarják raktárnak használni. A pakolás miatt még mindig túl nagy forgalom van ezekben a kamrákban, ezért felveszem a fűtőlapot maximumra. A
A hőmérséklet már meghaladta a 40 Celsius fokot, így a hangyák visszaköltöztek a kémcsövekbe. Bár teleltethetném őket kémcsőben is, egy ekkora kolóniát mégis inkább szabad kifutóssal rakok be a hűtőbe a biztonság kedvéért. Akik eddig beköltöztek a kémcsőbe, azok mennek is a szökésgátlós dobozba, a többieknek pedig beteszek egy üres, lesötétített kémcsövet. A párára törekedve előbb-utóbb úgyis összegyűlik benne az összes dolgozó, és ha nem is egyszerre, de kisebb csapatokban végül mindenki átkerül majd a dobozba. Kapnak némi élelmet, és hosszú, fokozatos lehűtés után mehetnek is be a hűtőbe pihenni. A terrárium ismét üresen áll. Sajnos nincs lehetőség teljes takarításra, de némi szemétszedés és üvegpucolás után készen állhat arra, hogy fogadjon egy másik hangya kolóniát. Az ilyen itongfarmok eldobhatósak, tehát addig tudjuk használni őket, amíg teljesen el nem koszolódnak, utána sajnos már nem alkalmasak hangyák tartására. Minél magasabb páratartalmat érünk el benne, ez annál hamarabb következik be. Ez a terrárium talán még egy évig alkalmas lehet egy másik kolónia számára, azonban láthattátok, hogy eddig mennyit romlott az állapota, annak ellenére is, hogy a fészek közvetlenül egyáltalán nem volt nedvesítve. Így szerintem egy harmadik évet már nem érne meg egy kifejlett kolóniával. Remélem hasznos volt a videó, és tanultatok belőle valamennyit a berendezett farmokról. Ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni és csengő ikont nyomni. Találkozunk a következő videóban.